Jó estét kívánok, tiszteltek, köszöntöm Önöket, ez volt a tartalomjegyzik, az ajánlat, de hát ennél sokkal szélesebb a témák sora, azt a két vendégit rögtön az elején például garantálja, mert egészen biztosan nem ragadunk le a két névnél, akiket ma bedobott a köztudatba a Fidesz-KDNP pártszövetség. Ugye egyikük köztársasági elnök jelölt lesz, a másikuk pedig az EP listavezető. Mi viszont Somogyi Zoltán szociológussal és Vasali Zoltán politikai elemzővel beszélgetünk róluk majd. Jó estét kívánok, szervusztok! Jó estét, szervusz! Súlyog Tamás, mi jut eszetek be róla? Hát én megnéztem azt, hogy milyen a pedigréje, meg hogy ugye ilyenkor azért nézi az ember, hogy az alkotmánybíróság döntései, ami részben hozzá kötődnek, azok hogyan értelmezhetőek. Találtam ilyet is, olyat is, tehát hogy már olyan szempontból, hogy találtam olyat, amikor Varga Judit szeretett volna olyan alkotmánybírósági döntést, vagy ahol az Európai Bíróság döntését nem fogadják el, vagy ott van Lázár Jánosnak a kastélytörvénye. Tehát találtam olyat, ami ilyen tekintetben talán a kormány álláspontjával ellentétes, de hogy ez nem garancia arra, hogy ő most milyen köztársasági elnök lesz. Nekem Súlyog Tamással kapcsolatban rögtön az jut eszembe, hogy egy ország találgatta a mai napon, hogy ki ő. Nézegette meg, utána nézett az interneten, mint a kollégámit, meg így kérdezgették egymástól az emberek, és hogy ebből mire következtethetünk? Arra, hogy teljesen kiüresítette a Fidesz az alkotmányos intézményeket, például az Alkotmánybíróságot. Tehát az, hogy az Alkotmánybíróság elnökéről, aki sok éve az Alkotmánybíróság elnöke, nem tudjuk azonnal, hogy ki ő, ez jól mutatja ennek a rendszernek azon sajátosságát, hogy lényegtelenné váltak az alkotmányos intézmények, Orbán Viktor és kormányzása. Hát azt szoktuk mondani, hogy milyen boldog pozíció. Világ az, ahol még a miniszterek nevét sem ismerik az emberek, mert semmi fordítva, dolgok nincs velük. Fordítva lenne tökéletes bizony, hogyha kevés minisztert tudnánk, viszont az intézményeinket ismernénk, állampolgárként tudnánk, hogy hova fordulhatunk jogorvoslatért, kontrollért, bármiért. Ez pont nincs így, ez pont úgy van, hogy azt tudjuk, hogy Orbán Viktor kijelöli, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök, mi meg már rákeresünk a Google-on, hogy kiről is beszélget. Te nem örülsz. Én örülök, vagy nem örülök, én csak a rendszerről beszélek. Arról a rendszerről, hogy egy 10 nappal ezelőtt, amikor megkérdeztek a Novák Katalin lemondásával kapcsolatban a HVG, akkor azt mondtam, hogy amiben szinte biztos vagyok, hogy Orbán Viktor nem kíván olyan politikai szereplőt találni köztársasági elnöknek, aki erős lehet, tehát valaki olyan, aki kevésbé erős. Most majd meglátjuk, hogy milyen szerepet tölt be az Alkotmánybíróság elnöke az új pozíciójában, de egyelőre azt gondolom, hogy egy kiüresített intézményből kiemel valakit, és oda teszi, hogy légy szíves, akkor legyél te a köztársasági elnök. Én csak annyit tennék hozzá, hogy az tényleg látszik az egész történetből, hogy akikből a nyilvánosságban láttuk, hogy válogatnának, ahhoz képest lett egy ilyen kvázi karakter nélküli jelölt per pillanat, de hogy ne felejtsük el, hogy a Sólyom László példája azért mégiscsak azt mutatja, hogy az, hogy valaki aktivista lesz, az lehet, mint már alkotmánybírósági elnökként is megmutatkozik, de hogy lehet, hogy akkor majd ő itt fogja megmutatkozni. Sólyom László a rendszerváltás kora, valaki emlékszik rá, nagyon aktív politikus volt, mármint politizált, azt gondolta, amit egyébként gondolnunk kell, hogy amikor valaki beleszól a közéletbe, de akkor politizál, és ő egy aktív alkotmánybíróságot kívánt, tehát ez volt az ő modellje. Ehhez képest a mostaninál az egyik első nyilatkozat, ami szembe jött mindenkivel, hogy őt nem egyáltalán nem érdekli a politika, nem foglalkozik politikával. Na most a köztársasági elnökként azért el kell majd kezdenie foglalkozni vele, mert ha továbbra sem fog foglalkozni a politikával, akkor megmondhatjuk, hogy milyen kell lesz. Mert hogy a köztársasági elnöki funkciók, azok javarészt pont arról szólnak, hogy neki nem kell politizálnia, neki a törvényeket kell megítélnie, hogy azok rendben vannak, ebben vissza kell küldeni a parlamentnek, nemzetközi kapcsolatokat kell hasonló szinteken építeni. Néha adhat kegyelmet, de például a pártpolitikával, ha normálisan működik egy ország, semmi dolga. Szerintem kell politizálnia, tehát hogy minden politika szerintem. Tehát hogy az, hogy mennyire kell, hogy megjelenítse a társadalom egységét, vagy a normaszintű egységét, az egy érdekes kihívás minden köztársaság elnök számára, és itt lehetnek megosztó álláspontok. De az, hogy én inkább annyiban adnék neki lehetőséget, hogy mivel szinte biztosnak vehetjük azt, hogy őt fogják megválasztani, hogy majd akkor a karakterét látjuk a maradék időben,
hogy ezt milyen döntésekkel tölt. Az pedig hát nem kevés idő, mert 5 plusz 5. Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy minden intézmény olyan, ami enné a vezetője teszi. És ezért, ha láttuk, hogy az Alkotmánybíróság élén az elmúlt években milyen intézménye tette az Alkotmánybíróságot, ha most azt tippelgetjük, hogy mennyire lesz egy konfliktusos szereplő, akkor azt gondolom, hogy nem. Miért is lenne egyébként az, hiszen a pártpolitika jelöli, ugyanakkor minden köztársasági elnök számára fennáll, hogy egy olyan helyzetben, amikor a nemzet végtelenül megosztott, ilyen például egyébként végtelenül megosztott a nemzet, akkor megpróbálom betölteni egy olyan szerepet, hogy valamilyen fajta nemzetegyesítés irányába menjen, vagy legalábbis úgy kommunikáljon, vagy rászóljon a politikának a minőségére, politikusokra, hogy politizáljanak. Be lehet tölteni szimbolikus értelme és nagyon erős szerepet. A Lugos orvos ügyében például az ő szava döntött, mert hogy szavazategyenlőség volt az Alkotmánybíróságon, és az elnök szava döntött, és akkor ő azt nyilatkozta, hogy az ember attól is ember, hogy van egy világszemlélete, és nem tartom ördögtől valónak, ha az alkotmánybírók egy meghatározott szociális, kulturális környezetben élnek, és emocionális befolyásoltságuk is van. Ha ezt kiterjesztjük mondjuk egy köztársasági elnöki szerepre, akkor az nem ígér egy szótlan, távolságtartó elnököt. Pontosan, igen, és ráadásul pont ez az álláspont ebben az esetben, ez is megosztó volt, hogyha ebben egyetértünk. De hogy igen, az, hogy köztársasági elnökként mernie venni a bátorságot arra, hogy ilyen álláspontokat ebben az esetben megfogalmazzon, vannak erős kétségeim. Pont, hogyha neki benne van valami minimális törekvés arra, hogy ezt a fajta törésvonalat áthidalja, vagy más karakter legyen. És azt se felejtsük el, hogy azért Áder Jánostól kezdve, tehát a rendszerváltás óta annyi karaktert láttunk köztársasági elnök előttként, ez egy komoly kihívás politikailag, attól függetlenül, hogy őt már innentől a Fideszhez kötik, lehet, hogy ő most megpróbál majd megfelelni valaminek, ami ezt a feladatot ilyen szempontból teljesíteni tudja. Ugye a Mi Hazánk Csat Magdolnak közgazdászt, a Párbeszéd Zöldek, Kaltebach Jenő jogászt, jogtudóst, az LMP pedig Hak Pétert ugyancsak jogászt, jogtudóst jelölte. Szóba nem kerültek természetesen. Hát kezdjük azzal, ez itt is lehet egy általánosabb érvényű megállapítást tenni, hogy ha megnézzük, hogy az elmúlt két hétben az ellenzék mit művelt, akkor az egy eléggé lesújtó képet mutat. Tehát amikor ténylegesen beszoríthatták volna a kormánypártokat és magát a miniszterelnököt egy nagyon rossz pozícióba, amikor azt kellett volna megmagyarázni, hogy azokat a napokat nézzük, amikor neked volna magyarázni, hogy tulajdonképpen ki is adta itt a kegyelmet, és nyilvánvaló, hogy ez a szorítás a miniszterelnök irányába ment volna, ha az ellenzéki pártok azt játsszák közösen, együttesen, és észreveszik ezt a lélektani pillanatot, ehhez képest a fókuszt eltolták abba az irányba, hogy mindenki hozta a saját jelöltjét, és akkor arról beszélgettek, hogy kinek milyen jelöltje lenne, tehát gyakorlatilag eltolták a fókuszt ebből az irányba, és egyébként most tolódik abba, hogy közvetlen köztársasági elnök választás legyen, ami megint egy kicsit érdektelen kategória, így önmagában érdektelen kategória, mert hogyha azt teremtették volna meg azt a lélektani helyzetet az ellenzéki erők együttesen, hogy bent a 133 bátor ember, a fideszes politikusok megválasztanak egy köztársasági elnököt, és kint mondjuk egy nagy gyűlésen pedig egy alternatív köztársasági elnököt választ az ellenzék, és példaként mondom, mert ezerféle politikai lehetőség van egy olyan figurával, akit a nemzet el tud fogadni, akkor most az ellenzék oldalán sokkal nagyobb erő lett volna, és ebbe belepasszolhatott volna a közvetlen köztársasági elnök. Vasari Zoltán, nem értem egyet vele. De hogy nagyon máshol jár az ellenzéknek a fókusz, amit ahol kellett volna lenni, és ezért csak annyi befejezésképpen, hogy a Fidesz ezt szépen le fogja zárni ezt a válságot, a sokadikat egyébként úgy a történetében, hogy az ellenzék alig tudott beleszólni. Én a végével egyetértek, tehát hogy én viszont azt látom, hogy ez tart az egész ügy több mint két hete, és az ellenzék megpróbálta kimaxolni avval is, valahol egyetértek, hogy ez a közvetlen választásos történet, ami most vasárnap lesz, ez lehet, hogy inkább az ellenzék gyengeségét fogja megmutatni. Meg ráadásul ez így okafogyott. Tehát amikor, igen, de hogy arra, amit a megvan a kérdésben jelölt, szerepel, tudjuk, hogy igen, szavazzák meg. Akkor. De ami a kérdésben szerepelt, hogy azért mégiscsak ezeket az ellenzék képviselőket beválasztották a parlamentbe, és az, hogy némelyik párt komolyan veszi azt, hogy jelöltet állít,
avval a saját mandátumának próbál meg, vagy a felhatalmazásának próbál meg eleget tenni. Lehet, hogy ez átlátszó olyan szempontból, hogy esélytelen, de hogy ebbe a helyzetbe is ebben nem akarom őket felmenteni, bele vannak kényszerítve. Tehát, hogy ez a, mi az, ami konstruktív, és mi az, ami kritikus, és mi az, ami, hogyha azt mondjuk, hogy a társadalmi, hogy mondjam, problémákat, meg felháborodást mennyire lehet kihasználni, lehet látni a nagy tüntetésből is, hogy ott pártellenesség is megjelent, nem csak a normaszintű kérdés kapcsán egy ilyen komoly kritika. Most erre azt tudom mondani, hogy persze, hát el kell játszani a formális szerepét, akkor az azt jelenti, hogy ezt a fennálló intézményrendszert, amiben élünk, azt tovább legitimizálja. Az a kérdés, ezt kell eldönteni jelenzéki pártnak, hogy a Fidesz túlépette azon a hatalmi rendszeren, amiben már kontroll nélkül maradt, és ezért ezen a rendszeren kívül kell politizálni, vagy belül, házon belül, és akkor segíteni a kormánypártokat. Hát elindultál a választáson, akkor azt gondolom, hogy mind a kettő legyen. A kormánypártokat az biztosan segíti, hogyha alternatív köztársasági elnöket jelölnek, és közben pedig kint a közvetlen elnökválasztás mellett kardoskodnak, tehát ez is egyébként egy érdekes helyzet, hogy most akkor a közvetett elnökválasztásba bejelölünk egy elnökjelölt, tehát a sajátunkat a többi ellenzéki párthoz képest, vagy kimegyünk és együtt küzdünk a közvetlen köztársaság. Nem ugyanazok akarnak tüntetni kint, mint akik mondom, jelöltek bent. Én azt mondom, hogy itt volt egy lélektani pillanat, amit nem vett észre a magyar ellenzék többsége. Szerintem észrevett, csak nem volt eszköze hozzá, hogy kihasználja. Hát akkor jó lett volna látni. Ugye a DK nélkül az ellenzék ezügyben tehetetlen 40 képviselő aláírása kell, nem jön ki a matek. A DK pedig az első perctől elmondta, hogy a közvetlen elnökválasztásért fog kampányolni, lásd tüntetés vasárnap. Tehát innentől kezdve, hogyha az LMP vagy a többiek párbeszéd Mi Hazánk jelölni akar, akkor eleve tudja az esélytelenségét, hiszen igazából jelölté sem válik a DK-nél. Miért ne adhatna ez aláírás? Miért nem adna? Adna? Mert egyébként neki megérni. Miért ne? Hát azt mondaná, megerősíteni azt, hogy ez egy demokratikus szisztéma, de oda lehet... Fidesz be van szorítva, hát most jelöltek éppen köztársaságban. De én csak mondom, ez csak egy példaként, mert lehet, hogy nyilván azt mondaná, lehet, hogy azt mondaná, hogy nem, lehet, hogy azt mondaná, hogy igen, de ha azt nézem, hogy mi a Fidesz érdeke, mind a kettő mellett tudok érni. Na jó, még egy név, Dajs Tamás, ő az EP lista vezetője a Fidesznek. Azok után, hogy Varga Juditnak le kellett mondani a Dajs Tamás jelölése, meglepő? Dehogy is, hát hogy én, hogyha karaktereket próbálok politikailag összehasonlítani, akkor Dajs Tamás pont ugyanazt képviseli, akár az Európai Unióval kapcsolatban, akár belpolitikailag, mint amit Varga Judit korábban képviselt. Tehát nem meglepő, valószínűleg ő volt a legesélyesebb ilyen szempontból, akit a Fidesz előre tud tolni. Lehet látni a korábbi EP választásoknál az, hogy mondjuk Trócsányi, talán ő volt az utolsó ilyen listavezető, hogy az mennyire nem működött, de akkor lehet, hogy a Fidesz nagyobb kényelemben volt, most pedig az EP választások előtt még akkor is, hogyha senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy ő fog győzni, hogy kellett olyan karakter a lista élére, aki elég konfliktusos. Ebből az EP listából, ahol egyébként Dajs Tamás 1000 éve EP képviselő, profi politikus, miért ne legyen ő a lista első helyén. Igazából az az érdekes, hogy Orbán Viktor, amikor a sajátjainak, ez a Magyar Nemzeten keresztül kiszivárgott, hogy mit mondott, akkor megjelölte egy egyébként elég bonyolult választásnak, mint lesz önkormányzati meg EP, a célját. És a célkijelölés, annak semmi, ott nem volt önkormányzati cél. Ott egyetlen egy célkijelölés volt, meg kell nyerni jó erősen az európai parlamenti választásokat. Olyan dolgot, és meg azt mondta, hogy meg is fogjuk nyerni. Olyan dologban sugárzott magabiztosságot, amiről egyébként mindenki tudja, hogy meg fogják nyerni. És hát ez most azt gondolom, hogy az önkormányzati választások tekintetében bizonytalan a kormánypárt, hogy azt mennyire tudja megnyerni, nem is azt tekinti most akkor fontos célnak, hanem az EP-t, és az EP-t pedig azért tartja fontos célnak, mert Orbán Viktor hisz abban, hogy az európai politikát meg tudja változtatni. Mi mind a hárman futballrajongók vagyunk, ezt aztán nyugodtan egyetlen mondhatjuk. Nincs olyan, hogy megnyert meccs, mielőtt elkezdődött a mérkőzés. Ezt csak azért mondom, mert itt ült 2 nappal ezelőtt az Iránytű Intézet Pék Szabolcs, aki azt mondta, hogy ők azt mérik, hogy 11 ellenzéki és 10 fideszes győztes lesz az EP választáson. Ehhez mondjuk kell az, hogy a kétfarkú kutyapártot olyan magasra mérték, mint ahova mérték, tehát a biztos pártválasztóknál, jól emlékszem a számra, 14%. Vagy akár a Mi Hazánk. De akkor is megnyeri a Fidesz. Tehát, hogy ha 10
Fidesz képviselő lesz, akkor mondjuk ellenzéki oldalon a legerősebb párt lesz mondjuk három mandátummal. A DK lesz a legerősebb öt mandátummal, hogyha akkor lehet, hogy öt, de akkor is ez a fele, mint amit a Fidesz fog hozni. Tehát mindenképpen el tudja mondani a Fidesz, hogy megnyerte az európai parlamenti választást. Azt mondjuk mindig el tudja mondani. Igen, de hát, tehát elég kényelmes most a célkijelölés. Záró mondat? Hát, hogy pont nagyon érdekes lesz az, hogy a Fidesz most fél éves uniós elnökségre készül, egy ilyen durva EP kampányban, már mondjuk a miniszterelnök beszéde kapcsán meg érdekes volt látni ilyen pozitív EU-val kapcsolatos álláspontot, tehát ilyen nagyon érdekes lesz ez a kampány most. Összetett. Igen. Világunk. Köszönöm nektek, hogy meséltetek róla. Köszönjük.